Ilyen, amikor a homokkőnek a felső felszíne egyrészt elfogy, ugye a nagy nedvesség miatt, másrészt pedig salétrom kiválás van, és ennyire tönkreteszi a homokkőt. Ugye nézzétek meg, ugye itt van az eredeti vastagsága körülbelül, ugye itt már eleve hiányzik belőle, és nézzétek meg, hogy milyen porózus elkezdik kitontani. Ez mind-mind a szétmálott réteg, és itt kezd fölkeményedni. Itt már nagyjából kemény a rétegem. Tehát amint látszik, kb. 2-3 cm vastagságban ment tönkre a homokkő. Mindig a legkülső részen rakódik le a só, és az fogja tönkretenni, tehát a legkülső részt fogja tönkretenni. Magyarul mi szeretnénk megvédeni az alsó tartó részeket, akkor feláldozzuk a külső felületét ezeknek a vakolatoknak például. Viszont a sónak van egy olyan tulajdonsága is, hogy a levegőben lévő párát is magába veszi. Tehát ha azt látjuk, hogy visszanedvesedik, még jobban nedvesedik, akkor viszont az történik, hogy nemhogy átengedné magán a folyadék mennyiséget, ami benne van a kőben vagy a téglában, hanem még ráadásul magába veszi a környezetből is. Úgyhogy ha ezt tapasztaljátok, akkor viszont el kell távolítani. Viszont azzal számolnunk kell, hogy ami a téglában vagy a kőben van nedvesség, és újra kiül rá ez a sóréteg, amikor ott hagyja ugye ezeket a különböző ásványanyagokat, amit magával hoz, akkor szintén porladni fog még néhány millimétert. Úgyhogy ezt kellene mindenképpen kerülnünk, azzal, hogy a lehető legminimálisabb és legszükségesebb réteget távolítjuk el róla. Sókívánásra semmiképpen nem szabad az új vakolatot rátenni, tehát mindenképpen kemény rétegig, ép rétegig kell elmennünk, és ahhoz rakasztani, arra föltapasztani az új vakolatot. Ebben az esetben tovább gondolkodva nem is feltétlenül a salétrom kiválás okozhatta ezt az óriási eróziót itt ebben a homokkőben, hanem ha megnézzük, akkor ennek a vakolatnak az anyaga nagy valószínűséggel gipsz. Tehát ez egy gipsz alapú vakolat, ugye nagyon olyan a hangja is, amikor hozzáütöm, nem feltétlenül mészhidrátos. És ennek az is lehet a következménye, hogy mivel a gipsz az egy nagyon agresszív anyag, hiszen ugye kénsavvá válik a benne lévő kén, hogyha nedvességgel érintkezik, bizony-bizony tönkre teheti ezeket a felületeket, akár ilyen formában is, mint ahogy itt történt. Természetesen itt ugye dohos szagot is érezni, tehát látszik, hogy nagyon-nagyon terhelt nedvességgel ez a felület. Tehát vagy ez az oka, vagy akár a gipsz is lehet. Méghozzá azért, mert a gipszes vakolatok, és hogyha gipszel nagyon vastagon glettelünk, az is azt fogja eredményezni, hogy ott alatta mindenféle építőanyagot megesz a gipsz. Ami konkrét példát láttam erre Székesfehérváron, egy ilyen gipsz alapú vakolatnál, hogy a benne lévő, 4 éve benne lévő csirkehálót teljesen rozsdává alakította. Tehát nem elrozsdásodott a csirkeháló, hanem gyakorlatilag rozsdává vált. Tehát abszolút nem is volt más, csak rozsdává.